Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Jönnek is Warframe, jön, amit nem tudtál a Survivorről. Persze tudom, hogy ez hogy működik. Nem mondd meg nekem, kiskocsák, hogy kell Survivorozni, mindent tudok a Warframe-nől, meg a Valkyr is elszégyeli magát ultiban tőlem. Nos, hogy most ezen túlestünk, egy kicsit beszélgessünk a Survivorről, mint olyanról. Ugye talán az egyik legnehezebb játékmód a Warframe belül az a Spy, arról már csináltam egy videót, érdemes lecsekkolni, hogyha bajban vagy a Spy-okkal. De ugye, ahogyan a játék alakult az évek során, elmondhatni, hogy a Survivor egy igazi túlélő játék lett, és nem azért killódsz, hogy az enemik hadánt él túl, hanem azért próbálsz túlélni, hogy éppen bentartsd magad live supporttal, illetve hogy jöjjenek az enemik, mert vagy nem spónolnak rendesen, ha spónolnak, akkor vagy nem dobnak live supportot rendesen, tehát valami mindig van, ami a Survivort, ahogy haladsz az idővel benne, és közelítesz a bűvös óra felé, egyre nehezebb a bennmaradás. Úgyhogy most szeretnék egy kicsit beszélni nektek a Survivorről. Nekem, számomra Warframe-ben az egyik kedvenc játékmódom, és ahogy az idő változott, nagyon sokat változtattak rajta, és mondjuk nem abba az irányba feltétlenül, amit én kedveltem régen. Ugye régen mi volt? Valamilyen szempontból behúzódtál egy helyre, és jöttek az enemik, de ezerrel. És a kihívás azon volt, hogy nem feltétlenül azon, hogy fenntartsuk a live supportot, hanem azon, hogy azt a masszív enemi mennyiséget kezelni lehessen, damage-el mindenet. Tehát tényleg jártam olyan Survivor-on, ahol csak a Trinity volt már képes damage-elni, mert még a régi Tonkor is feladta a harcot, tehát... És ezek az idők azért bizonyos szempontból hiányoznak, nagyon nehéz is őket visszahozni, és rengeteg türelem. Úgyhogy most egy kicsit beszélgetünk szóló és csapatszintű Survivorről is, hogyan éljük túl, hogyan tudjunk... tovább bennmaradni, és ilyenkor persze jöhet, vigyél Nekrosz, nem. Tehát úgy értem, hogy Nekrosz nélkül is benn lehet maradni hosszú-hosszú ideig, hogyha ahhoz tartja kedve. De egy kicsit lássuk, hogy hogyan működik a Warframe csapatszinten először is. Ha csapatszinten mentek Survivorozni, akkor érdemes egy területen, egy szobán belül maradni, mert a Warframe tehát már egy jó ideje, ugye azt támadja meg, leginkább oda koncentráltatja az enemit, ahhoz az egy darab játékoshoz, aki leszakad a csoportos, akkor arra a játékosra nagyon-nagyon sok enemi spónoltat. Ez az elején még móka, ugye, mert kezelni tudod, de amikor 40 perc fölött kezdesz eljönni, az annyi enemi lesz körülötted, hogy nem az van, hogy nem tud őket legyűrni, az van, hogy nem fogja bírni a Warframe-et, azt a mennyiségű damage-et, amit le tudnak osztani. És ez most onnan is jön, hogy most napokban a srácokkal elmentünk egy nagyon jó kis Survivorre, olyan 10 évben egyszer történik meg olyan Survivor, hogy nem kellett könyörögni az enemért, hogy spónolja, annyian jöttek, hogy már nem tudtad hova nézni frankon, tehát egyszerűen nem tudtad kezelni már a helyzetet, de ezek a legjobb Survivorok, hogy őszintelek. A következő dolog, amit tudnotok kell Survivor kapcsolatban, és ezek még az általános tippek, amit többnyire mindenki tud, hogy folyamatos mozgásban kell maradnod, mivel hogy régen az emberek kempeltek a Survivorbe és sarokba, így aztán a Digital Extreme változtatott a spawn rendszeren. Ha leállsz kempelni egy szobában, nem spónoltad be enemiket, csak nagyon-nagyon lassan. És azon kívül, hogyha leállsz kempelni a szobába, de a faltól, konkrétan a faltól, ahol kempelsz, attól a faltól, aminek háttal állsz, 5 méterre vagy mögét fog még spónoltatni enemit, úgyhogy jó, erről is tudsz, egy folyamatos mozgást kell csinálnod. A következő dolog, amire ügyelned kell, ugye Warframe-ben létezik egy olyan kifejezés, hogy az enemies are alert, vagyis hát így, hogy is mondjam, az enemik gyakorlatilag egy ilyen vészmódban vannak, és hogyha ebben a vészmódban vannak, akkor támadni fognak, hajlamosabbak, gyorsabban felé jönni és támadni. Na most, hogyha a lábad nem éri a földet, magyarul valami olyasmin állsz, ami nem a föld, mármint hogy a lábad nem éri a földet, tehát rajta állsz egy objekten valamin, akkor az enemiknek ez a vész állapota, ez megszűnik, magyarul nem fognak feléd jönni futva, nem fognak feléd jönni se többnyire, vagy csak sétálni fognak a környéken, kivéve akkor természetesen, hogyha meglátnak, a konkrétan benne vagy az ő szemük látóterébe. Szóval igyekez ne felállni sehova, mert akkor gyakorlatilag lelassítod az enemi mozgását. Tehát ez így van megcsinálva, tehát gyakorlatilag amikor a földön állsz, akkor a Warframe-nek az engine az úgy van megcsinálva, hogy a földön állsz, egy üzenetet küld gyakorlatilag az enemiknek és a spawn rendszernek, hogy spawnotas enemit és küldjed az játékos felé, úgyhogy lehetőleg ne álljál fel sehova, ha csak szünetet nem akarsz tartani, de Survivor-en gondolom annyira nem akarsz szünetet tartani. A következő dolog, és itt jön a nagyon érdekesség, ha azt akarod, hogy az enemik spónoljanak, és azt akarod, hogy jöjjenek feléd, akkor minden Survivor játéknak az elején érdemes, amint elkapcsoltad a riasztót, amint megjelenik az első live support, érdemes a területet feltérképezned. Tehát az első dolgod az legyen, hogy körbe futsz mindenhova, minél messzire, és megkeresed a tipikus spawn helyeket, tudjátok, a lezárt folyosót, a lezárt ajtó, tehát ott ahova már nem lehet tovább menni, azokat a helyeket megkeresed, mert többnyire oda spawnoltatnak az enemik, és az egész nagy területet körbejárod, magyarul felfeded az összes spawn pointot, és akkor az összes spawn pontról fognak spawnolni enemik, és ugye ahhoz, hogy fenntartsd a life supportot, érdemes sétálnod a bizonyos spawn pontok felé, és úgy ölni az enemit. A következő rettentő és lényeges dolog, és ezután el fogom mondani a legeslegfontosabbat, szóval maradj itt velem, direkt tartogatom a végére, hogy csak azok tanuljanak meg Survivor-en, akiket tényleg érdekel a Survivor. Szóval az egyik következő dolog, hogy olyan gyorsan kell ölnöd, amilyen gyorsan az enemik spawnolnak. Tehát nem hiába kell oda a legüberebb fegyvered, bármi, amivel konkrétan gyorsan tudsz ölni, olyan gyorsan, az enemi spawnol, halott legyen című történet, tehát ahogy meglátod, lövöd, ölöd, tehát ne legyen semmi extra. Hogy a problémád itt áll fel, hogy a fegyvered egy ütően elkezd csődöt mondani a gyors ölésnél, és problémád lesz azzal, hogy a level 100 plusz fölött hogyan öljél gyorsan. Most mondtam valamit, valószínűleg 100 pluszon még elég gyorsan fogtok ölni. Szóval 100 plusz fölött hogyan öljél gyorsan? Én arra szoktam javasolni, tehát, hogy tényleg ne legyen akadálya a gyors ölésnek 100 plusz fölött. Én egy Uber kardot javaslok, de az Uber kardok között is én a Covert Litelit is töröket szeretem. Miért? Mert 5000-es enemi is jöhet, pontosan olyan gyors tempóval fogom levágni az 5000-es enemit, mint a 30-as enemit, tehát a Covert Litelit mindent elintéz, és egy bizonyos tempót fent tudsz tartani a Covert Litelitivel. Vagy természetesen van egy Uberre modolt kardod, amivel tudod, hogy nagyjából 1-2 másodperc alatt tudod ledarálni az enemit, most mit mondom, Galantin Prime, Dragon Nikona, vagy Nikona Prime, vagy War, vagy akármelyik Uber durva, a kardok igazából Warframe belül az utolsó mentségvárad, és ők lesznek azok, amik segítenek abban, hogy gyorsan daráljál le enemit, de ezen fölül a Covert Litelit is török kiemelkednek ugyebár, és Uber damage-et tudnak kiosztani, hogyha egy olyan Warframe-el vagy. És itt a másik tipp, egy olyan Warframe-et kell vinni, ami a Survivor-re tervezett, és van némi crowd controlja, mint láthatjátok nálam is itt az Inaroszt elvakít, leszúr, elvakít, leszúr, elvakít, leszúr, és mindezt azért viszonylag gyorsan kell megcsinálni. És hogyha mindezekkel így megvagy, akkor most jön a legvégsőbb és legkézenfekvőbb, legjobb tipp, amit tudni adok egy Survivor-rel kapcsolatban, hogy hogyan vonzad az enemiket. Na most, aki tudja, aki nem, az enemik akkor kerülnek alert módba, vagyis ilyen vészmódba leginkább Warframe-en belül, hogyha pirosan világítanak a radaron. Tehát, hogyha a radar felfedi őket, akkor vészmódba kerülnek, és elkezdenek automatikusan jönni felőd. Ez csak annyit jelent, hogy ha beraksz auramodnak egy enemy radart, hogyha beraksz az Exilos modba egy enemy sense-t, és hogyha még a Sentinel-edbe vagy a kutyádba beraksz egy Animal Instinct-et, akkor egy hatalmas területet fogsz felfedni a radarral, magyarul az enemik egy hatalmas területen kezdenek el vészmódban lenni, és automatikusan jönni feléd. Vigyázz! mondjuk őszintén szökhetett, enemy radar annyira nem muszáj, tehát enemy sense és animal instinct, ha már benn van, az már bőven jó, de ha még tényleg overkill, tehát fokozni akarod az egészet, akkor benyomsz egy enemy radart, és de vigyázz, olyan sokan fognak jönni egy azos ponton felét, hogy nem biztos, hogy bírod kapkodni a fejed, meg az egeret a tempóval, amivel gyilkolnod kell. Szóval azért meg kell válogatnod, hogy tudnod kell, hogy milyen pályára lesz, típusú enemik jönnek, mert tegyük fel a Voidban, amikor betalál egyszerre egy Nullifier, egy Bombard, egy Heavy Gunner és egy Ancient Healer, mert tudjuk, hogy van ilyen, akkor ott nem fogod, ha csak le nem lövöd gyorsan a nullit, Ancient Healert, akkor leterítenek, mint az állat, mert közben még jönnek a többik is, és amíg Captain War is betalál, akkor vége a partinak. Nos, nagyjából ennyi lett volna, srácok. Így érdemes survivorozni, hogyha sokáig akarsz benn maradni. Über damage-es fegyverek, egy olyan Warframe-nek van crowd controlja, és finisherre nyitja meg az enemiket. Továbbá enemy radar, enemy sense, animal instinct, attól függ, hogy milyen, tehát együtt a három, vagy külön csak kettő, vagy csak az egyik, de mindegyik, minden esetre a lényeg az, hogy nagy területen felfedd az enemit, és egy vészmódba rakd, hogy azok gyorsan felét irányuljanak, és hogyha csapatba játszol, akkor igyekezzetek egy csapatként mozogni. Srácok, ennyi lett volna, remélem tudtam valamennyit segíteni, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, Facebook. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!